Túl vagyunk a felnőtt országos bajnokságon, és a bonyhádi tehetségek ezen is kivágták a rezet. Balogh Péter bronzérmes lett 60 méteres gátfutásban, a dudugdásban 2 érmet szereztek, Böndör Márton 4. lett, míg a 20 éves Scheller Dávid bronzérmet szerzett, és a megugrott magasság remek eredmény a szakák bonyhádi újabb felfedezettjétől. A súlylökő Kinglő Réka 5. helye is hozzájárult a nagyszerű bonyhádi szerepléshez. Erőfelmérés, egy ráhangolódás a nyári szezonra, mi is így kezeljük, tehát úgy építjük fel az edzésmunkát, hogy azért nem csúcsversenyként kezeljük. Ettől fogva még jobbak ezek az eredmények, és még reménytelibbek a jövőt nézve. Balogh Péter a rövid távfutás új bonyhádi reménysége a 60 méteres gátfutásban lett bronzérmes. Noha rajtnál beragadt, de tehetségét bizonyítja, hogy képes volt menet közben korrigálni. A gátfutásban az első 8 vagy esetleg 7 lépés adja az egésznek a ritmusát, sebességét, mindent, és hogyha ez nem sikerül jól, akkor onnan azért küzdős megoldani ezt az egészet. Szerencsére, hogy 60 méter gát volt, mert 111 ilyen hiba már nagyon-nagyon nagy baj. Tehát, hogy nem sikerült jól a rajt, de ezzel mindig lehet fejleszteni, főleg nálam, sose voltam egy nagyon jó rajtoló. Dr. Bai Balázs világbajnoki 3. mellett rajtolt a döntőben. Egy nagyon picit, ez nagyon picit talán ritmusban meg is zavarta, mert más frekvenciával kellett dolgozni az első gátra, úgyhogy egy 5%-dal elmaradt az egyéni csúcsától, de így is stabilan a 3. helyen végzett. Úgyhogy én úgy érzem, hogy Petinek nagyon jó esélye van arra, hogyha a nyári szezont megfogja, akkor 110 méter gátfutásban az U23-as Európa-bajnokságon képviselheti Magyarországot. Szabad téren most az U23-as Európa-bajnokság szintje az 14-5, ami megcsinálható. De én még egy picit attól is jobbat várok. Ez majd kiderül, hogy mi lesz, de reméljük, hogy teljes versenyszezonunk lesz. Ebben reménykedik a fedett pályás OB-n egyéni csúcsot beállító Scheller Dávid is. 460 cm-ről 480-ra emeltünk, és utána a 90-re. Számomra is meglepő módon olyan stabilan versenyzett ebben az évadban, holott nagyon keveset tudtunk teljes mozgást végezni vele, hogy most itt az OB-n is megugrott a 490 centis egyéni csúcsát, ami most valahol a 30. hely körül van a világranglistán korosztályában, tehát nagyon biztató eredmény. Ezek után természetesen megcélozták édesapjával, a bonyhádi klub szakági edzőjével a dúdugrok számára lélektani határnak számító 5 méterek elérését, amire most is biztató jelek voltak. A mozgás igazából megvan, a sebességével van gond a levegőben, egy picit gyorsabb és teljesebb föllendülésre és ráfordulásra van szükség, és akkor 10 centiket lehet nyerni vele. Az idén az 5 métert mindenképpen át szeretném ugrani, azért a 90 az még mindig 4-gyel kezdődik, 4-90, viszont az 5 méter az már egy egészen más dimenzió. Ebben Scheller Dávidot a Magyar Atlétikai Szövetség által évekkel ezelőtt létrehozott tehetséggondozó program évi 2 tábora is segítheti.